megkezdte az idei országos szúnyoggyérítési program végrehajtását a program koordinálásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság. Idén befejeződik az a 3 éves program, amelynek keretében a csípőszúnyogok legfontosabb élőhelyeit térképezik fel. A katasztrófavédelem által megrendelt felmérés azokra a régiókra, folyómenti térségekre és a nagyobb tavak környezetére terjed ki, ahol rendszeresen jelentős szúnyogártalom alakul ki. A pécsi szakember szerint azonban a lakosság is sokat tehet a vérszívók megjelenése ellen. Eleve megszüntetjük az udvarunkban, kertünkben felgyűlő kis pocsolyákat, vízgyülemeket, ami tökéletes szaporodó helyet biztosít a szúnyogok számára. Tehát ha ezeket mi magunk a saját kertünkben rendbe tesszük, és nem adunk lehetőséget a szúnyogoknak, hogy szaporodjanak, akkor már egy lépéssel előrébb járunk. Néhány éve egyébként Magyarországon is megjelentek úgynevezett inváziós szúnyogfajok, azaz nem őshonos rovarok. Ezek az ázsiai tigris szúnyog, a japán bozót szúnyog és a koreai szúnyog. Az ilyen és más eddig hazánkban még nem észlelt vérszívók megtalálását és kutatását segíti az a mobil alkalmazás, amely nemrég indult el. Ebben a lakosság is segítheti a tudósok munkáját. Bárki küldhet be fényképet egy szerinte inváziós fajról, vagy amit úgy vél, hogy ő inváziós fajt talált, és ezeket a képeket beküldve az applikáción keresztül szakértők ellenőrzik, validálják, hogy valójában milyen fajt sikerült lencse végre kapni, és ezekből, hogyha esetleg tényleg van köztük inváziós szúnyogfajnak a példánya, ezekből nagyon sok fontos információt tudunk mi kutatók nyerni. Az országos szúnyoggyérítési programnak egyébként az a célja, hogy a különböző technikák között növeljék a környezetbarát biológiai módszer arányát. A feltérképezésnek, vagyis a tenyészőhelyek ismeretének köszönhetően ugyanis pontosan és hatékonyan alkalmazható az az eljárás, amelyel természetes úton csökkenthető a szúnyoglárvák száma.